Egy hónappal ezelőtt Bibliát vásárolt egy újságíró kolléga azoknak a fiataloknak, akik a Libri előtt LMBTQ könyveket osztogattak. Emlékeznek, ez a fóliázós sztori volt, de hát aztán el is felejtődött. És ma 18 órakor, azaz 6 órától a finn nagykövetség előtt akciózott Kulifai Máté, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó estét kívánok! Felolvasást tartottatok, ugye, finn nagykövetség előtt. Miért pont a finn nagykövetség előtt, és miből olvastatok fel, Máté? Hát a Bibliából olvastunk föl, mi másból olvashattunk volna. Ugye a héten fog folytatódni Päivi Räsänen volt finn belügyminiszternek a pere, amit csak úgy ismernek sokan, hogy a Biblia per, ugyanis azért áll most már negyedik éve bíróság elé a képviselőasszony, mert Pál apostolt idézte a Bibliából, erről tett közé egy Twitter bejegyzést, ezért úgy volt stílszerű, meg úgy volt méltó, hogy nagyon sokan, több százan, meglepetésszerűen egyébként, mert egy ilyen villámakciónak indult, legalább hozzátevőlegesen 500-an jelentünk meg, és olvastunk föl a Bibliából olyan részeket, amelyek kifejezetten arról szólnak, hogy inkább Istennek kell engedni, mint sem az embereknek, hogy üldöztetni fognak azok, akik hisznek Istenben, és megvallják a Bibliát, de ennek ellenére Isten támogatja ezeket az embereket. Ezért a kiállásunk igazából arra vonatkozott, hogy minden olyan keresztény testvérünk mellett, akik a világban üldöztetést szenvednek azért, mert a Bibliát vallják és hiszik, hogy őket a támogatásunkról biztosítsuk. Ez az 500 ember kb. Úgy tevődött össze, nyilván a hídgyülekezetének számos tagja jelen volt, így a mi ismeretségi körünk, de nagyon-nagyon sok felekezetben és gyülekezetben érezték úgy, hogy ki kell jönniük, és támogatásukról kell biztosítaniuk a képviselőnőt, meg minden keresztényt, aki üldöztetést szenved. Ugye ez a finn politikus asszony augusztus 31-én fog újra bíróság elé állni, másodfokon már, és tehát maga az ügy az egészen pimp, tehát egy Twitter bejegyzésben az egyházát arra szólította fel, vagy azt kérte számon, hogy miért támogatnak Pride rendezvényeket. Mit gondolsz, hogy ennek az ügynek lehet világméretű következménye? Ugye Amerikában a republikánusok vagy konzervatívok már reagálnak és már foglalkoznak vele. Hát az egész ügynek van egy olyan törésvonala, hogy a finn főügyész az úgy véli, hogy a Bibliából csak olyan részeket szabad nyilvánosan idézni, ami senkit sem sért. Na most az elég nehéz lenne, hogyha arról beszélünk, hogy a keresztény hit alapelve, hogy minden ember bűnös és megtérésre van szüksége, hogyha ezt az alapvető igazságot hirdetjük, akkor már pedig valamilyen szinten ugye megsértjük az embernek ezt a fajta méltóságát, de nagyon sokan vagyunk úgy, hogy hálásak vagyunk, hogy nekünk egykoron megsértették ezt a méltóságunkat, mert csak emiatt tudtunk megváltozni és megtérni Istenhez. És ez igazából, amikor Jézus ugye felment a mennyben, akkor azt mondta mindenkinek, hogy adott álló tanítványoknak, hogy hirdessék ezt az evangéliumot, meg örömhírt mindenkinek. De visszatérve, hogy a kérdésére is válaszoljak, hogy a pernek az a jelentősége, hogy ha sikerrel viszik ezt az egész pert, és elítélik a képviselőasszonyt, az azt jelenti, hogy mostantól a szólásszabadság, a sajtószabadság, a véleményszabadság és legfőképpen a vallásszabadság háttérbe sorolódik, és lényegében visszalépkedünk az időben és a történelemben azért, hogy nehogy valaki sérelmet szenvedjen egy ilyen közéleti párbeszédben. Egy nagyon gyors kérdésem lenne, még valaki kijött a finn nagykövetségről? Reagáltak bármiféleképpen? Csak hogy utaljak a felvezetőjére, hogy egy bibliát ajándékoztunk, egy magyar termékdíjas bibliát ajándékoztunk a finn nagykövetnek, de sajnos azt az információt kaptuk, hogy a finn nagykövet szabadságon van, és most már második alkalommal vagyunk a finn nagykövetség előtt, és sajnos nem volt alkalmunk velük találkozni, pedig nagyon szeretnénk. Nagyon reméljük, hogy nem lesz harmadik apropója annak, hogy kivonuljunk a finn nagykövetség elé. Kulifai Máté, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.